Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Egy pici női túlsúly alakult ma itt ki az adásban. Ez nem feltétlenül baj, csak a tények miatt mondtam el. Már is mutatom a mai vendégeinket. Itt van Rangos Katalin, újságíró, Tüttő Katalin, az MSZP képviselője, főpolgármester helyettes, és Szakács László, a DK országgyűlési képviselője. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. És mielőtt belevágunk az első témába, megmutatom Önöknek a mai nap kérdését. Ugye arról szól, hogy Gattyán György írt egy nyílt levelet az ellenzéknek, és azt javasolja, hogy most már ideje, hogy egyeztessenek vele. És ezzel kapcsolatban voltunk kíváncsiak az Önök véleményére. A kérdés tehát úgy hangzik, hogy Gattyán György új pártja az együttműködést keresi az ellenzékkel, és azt kérdeztük, hogy Önök szerint mi lehet ezzel a célja. 17% mondja azt, hogy gazdagítaná az ellenzéket, hogyha együttműködnének. 83% viszont azt állítja, hogy politikai trollkodásról van szó. Hát egyelőre elég egyértelműnek látszik a nézők véleménye. Beszélünk majd erről nem is olyan soká, néhány perc múlva, hogy vajon tényleg hogyan hat mindez a bejelentkezés mondjuk az ellenzékre. De egy másik témával kezdenénk. Van ugyanis egy uniós külpolitikai kutatóintézet, a European Council Foreign Relations, és ők készítettek egy, tulajdonképpen egy erőlejelzést arra vonatkozóan, hogy mi várható 2022-ben. Magyarországra vonatkozóan a választásokról is közzétették az elképzelésüket. Mutatom, hogy mit írtak. Orbán Viktor, magyar miniszterelnök elveszíti a választásokat, de önmagát hirdeti ki győztesnek. A frissen egyesült ellenzék a magyarországi választásokon legyőzi Orbán pártját, a Fidesz, legalábbis a külső választási megfigyelők szerint. De Orbán ennek ellenére Donald Trump volt amerikai elnök kottáját követve bejelenti, hogy ő nyert. Majd annyiban túl is szárnyalja Trumpot, hogy ő tényleg hatalomban is marad. Ez nagy utcai tüntetéseket fog kiváltani Magyarországon, és válságot robbant ki Magyarország és az EU között. Eddig az idézet, tulajdonképpen tényleg ez a lényege arra vonatkozóan, amit Magyarországgal kapcsolatban jósoltak. Ugye ennek a kutatóintézetnek korábban is voltak jóslásai 2021-re is, és az tulajdonképpen bejött, mármint ami a világban zajló tendenciákat, választási eredményeket illeti. Ki mennyire lepődött meg ezen az eredményen, mennyire reális ez a helyzetértékelés, ki hogy látja? Szóval... De azon dolgozunk, hogy az ellenzék megnyeri a választásokat. Tehát eddig ez a mi, eddig okay. Eddig okay. A mi várakozásainkkal, ez okay. Nagyjából stimmel. Ugye a második fele azért az egy spekuláció, amiről ugye sokan beszélnek. De én mindig azt szoktam mondani, hogy az a probléma, amit látunk, hogy szembe jöhet, egy olyan nehézség, amin elég sok elme tud gondolkozni, szerintem azzal meg tudunk küzdeni. Mindig a váratlan helyzetek azok, amire nem számítunk, amivel nehezebb megküzdeni. Tehát ha még ez a forgatókönyv indul is el, szerintem erre a forgatókönyvre mindenképpen sokan gondolkoznak azon, hogy egy ilyesmi történik, akkor mit kell tenni, ezt nem egy ilyen műsorban fogjuk nyilván kibeszélni. Szerintem inkább a váratlanabb helyzetek azok, amivel nehezebb megbirkózni, de azzal egyetértünk, hogy kormányváltás. De mire lehet alapozni egyáltalán, ki mit gondolt, egyáltalán magát a feltételezést, hogy az ellenzék megnyeri a választást, de Orbán Viktor ezt nem fogadja, sőt hatalomban is marad. Ugye Orbán ezt a megosztó politikáját, tehát hogy ő a haza, meg a Fidesz a haza, ezt ugye 2001-ben kezdte. Ha jól emlékszem, 2002-ben, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Hát a haza nincs ellenzékben, hát a haza mi is vagyunk, ugyanolyan magyarok vagyunk, mint ő. Az a kép azért az előttem sincs meg, hogy Orbán Viktor mondjuk, hogyha elveszíti a választásokat, akkor bemegy hétfő reggel, elkezdődik egy átadás, jó hangulatú átadás, átvétel, egy forró készfogásban jó munkát kíván a miniszterelnöknek, a következő miniszterelnöknek. Ez a kép ez azért így előttem sincs meg, hogy ő ezt úgy minden nélkül... De hát, ha meglepődsz. Hát, ha meglepődök, igen, ez a cáfa jön rám, remélem, hogy megteszi, de ez a kép így nincs meg. Az pedig, hogy amilyen hátországot ő fölépített maga mögött, én azt gondolom, hogy annak a lebontását elkezdeni, tehát az igazi jó kormányzás, és annak ellenére jól kormányozni, én azt gondolom, hogy az lesz az igazi feladat. Hát nézzük, hát bankokat vásároltak a Takarékszövetkezettől a Budapest Bankon keresztül, most már a Gránit Bankig, tehát megvan az a gazdasági háttér, megvan az a vállalkozói háttér, amivel
ő megpróbálhatja esetleg a hatalmát megőrizni, ez a gazdasági hatalom. Az, hogy most a politikai hatalmát azt meg tudja őrizni, az egy másik kérdés. Hát mindig trükköznek, vagy a választókörzeteket írják át, vagy egy fordulóssá teszik a választásokat. Most a lakcímekkel variálnak, hogy akkor melyiket lehet elfogadni, melyiket nem, mert mindig átírják a szabályokat. Nyilvánvalóan ez így most nem fog sikerülni, szerintem zavargások remélhetőleg nem lesznek. De hogyha megnyeri a választást, és utána nem mond le, azért az egy egész más helyzet. Az nem egy kell neki nem mondani, hogyha megnyerjük a választásokat. Ha megnyeri az ellenzék a választásokat, akkor neki lejár a mandátum, ha nincs elő, akkor nem mond le. Úgy érti a műsorvezető, hogyha nem adja át rögtön a hatalmat. Ugye, amiről itt ez a jó módja. Egyébként szerintem ez egy olyan típusú előrevetítés, amit megcsináltak, ez az intézet megcsinált, ami az Orbán attitűdből, a nemzetközi mozgásából, mármint az Európai Unióval kapcsolatos viszonyából lett következtetve arra, meg abból a reflexből, amilyen módon a miniszterelnök reagál az őt ért megpróbáltatásokra. És abban az esetben, hogyha megnyerné az ellenzék a választást, akkor nagyon könnyű megtippelni azt, hogy ő nem gyorsan fogja és nem simán átadni a hatalmat, hiszen majd most mindjárt március 15-én várunk egy ilyen 4-5 millió fős részvétellel menő szimpátia gyűlést, amit mindig meg szoktak rendezni. De ha tálai olyan számoljuk, az 4-5 milliárd lesz. Igen, és hogyha ha úgy számolják, akkor 4-5 milliárd, de én szerintem a 4-5 millió is egy kis túlzás azért, mint ahogy a 2 millió is túlzás volt. A lényeg az, hogy én is arra tippelek, hogy nem kell ehhez nagyon előrelátónak lenni, hogy ezt következtetik, erre következtetnek Orbán Viktor viselkedéséből, én is erre következtetnék. És egyébként az, hogy ugye néhány nappal ezelőtt, nem olyan régen, Trump elnök ugye bejelentette hivatalosan is, hogy ő ugye mindenképpen Orbán Viktor támogatja, mert ő ezekkel a hazafias célokkal játszik, ezekkel a hazafias célokkal gondolkozik, mert hogy neki kell ezt a választást megnyerni. Ennek most egy vaktérképen azért nem találna meg Magyarországon. Lehet jelentősége? Vagy mondjuk ez hoz vagy visz mondjuk ebben a választásban, ki hogy látja? Tehát maga ez a nyilatkozat, amit Trump elnök tett, ki hogy látja? Vagy lehet-e összefüggés hozni? Mert hogy mondtad, hogy a mozgásából következtethettek erre, hát azért erre felkapták a fejüket, talán nemzetközi szinten is. Ez egy gesztusok, én ennek nem tanúsít, vagy hogy mondják ezt, nem gondolom, hogy ennek különösebb jelentősége lenne. Tehát, hogy az, hogy Trump tényleg nem találná meg egy vaktérképen Magyarországot egyrészt, másrészt meg ezt mondja, na és akkor mi van? Ő egy volt elnök. Már úgy értem, hogy a magyarországi helyzetben, magyarországi viszonyokban, kampányban ennek lehet valamilyen értelme jelentősége? Hogy szívó hatása? Szívó vagy taszító, ki hogy látja? Azért ugye a nemzetközi térben, meg annak a hazai lecsapódásában, tehát Trump elnöknek a támogatása az, hogy nem egyértelműen előremutató, és a győzelem felé azonnal oda rántó dolog, én azt úgy gondolom, hogy ez így van. Tehát persze az Egyesült Államoknak a volt elnökéről van szó, aki hát azért eléggé botrányos körülmények között távozott a Fehérházból, talán éppen most volt, nem olyan régen, egy hete volt talán ennek az egyéves évfordulója, amikor a Kapitóliumot is megtámadták, tehát én nem gondolom, hogy ez egy olyan nagyon jó renomét adna. Tehát akkor olyan forgatókönyvet nem tudunk elképzelni, hogy mondjuk hitfoglalás legyen, ahogy az annak idején mondjuk Budaházéknál volt. Miért ne tudná el tudjuk képzelni? Hát szerintem valamennyien el tudjuk képzelni. De ez reális egy ilyen típus forgatókönyv, mert most erről beszélgetünk. Ezt a Fidesztől kell megkérdezni, mert ugye mi ilyet biztos nem szervezünk. De forgatókönyvekkel készülni kell, tehát azt tudjuk, hogy vasárnap este ünneplünk, de azt tudni kell, hogy mi történik hétfő reggel 6 órától pontosan. Tehát forgatókönyvekkel kell készülni természetesen. Uh-huh. Na jó, nézzük akkor meg, hogy az ellenzék milyen típusú forgatókönyvekkel készül, mert hogy a Telex értesülései szerint a 6 ellenzéki párt elnöke egyeztetett, de első körben úgy, hogy Márki-Zay Péter nem volt jelen. Ezzel folytatjuk. Orbán megy, rezsicsökkentés marad. Fideszes kiváltságosok mennek, mindannyiunk Magyarországa jön. Lefelé és felfelé mutató nyilak az ellenzéki plakátokon. Országszerte összesen 1000 ilyen hirdetményen láthatjuk mostantól az Egységben Magyarországért néven induló ellenzéki összefogás kampányszövegeit. Mindeközben a Telex úgy értesült, hogy a múlt héten az ellenzék Márki-Zay Péter nélkül pártelnöki szinten egyeztetett. A megbeszélés után Márki-Zay Péter elvetette a 7. frakció ötletét, de cserébe a pártvezetők belementek abba, hogy a kampány napi, operatív kérdéseiről Márki-Zay Péter és csapata dönthessen akkor, ha nincs egység a 6 párt között.
Kerestük az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjét, de híradónknak nem akart nyilatkozni. Facebook oldalán viszont beszélt a tárgyalásokról. És néhány más programkérdésben is meg tudtunk állapodni. Az egész csomag azonban akkor tud teljesen lezárulni, hogyha a pártok immár nem csak velem, hanem egymás között is megállapodnak a listás helyekről. A portál úgy tudja, abban már megállapodtak a pártok, hogy az első öt helyre az előválasztáson induló miniszterelnök jelöltek kerülnek, és az is biztosnak látszik, hogy a hatodik hely az MSZP-s Tóth Bertalani, a hetedik pedig az LMP-s Ungár Péteré lesz. Beszélünk akkor a listáról, meg arról a listáról, amiről legalábbis eddig lehet tudni, de az, hogy még mindig arról szólnak a hírek, hogy hogyan egyeztetett az ellenzék, hogyan nem, ki kivel értett egyet, kivel nem, ez ki hogy látja, ki hogy értékeli, mert hogy amikor feltettük ezt a kérdést itt a kollégákkal is beszélgettem, az volt az első hát ilyen reakció, hogy még mindig, hogy ez most még meddig, mikor lehet ezt már lezárni, ezt a történetet? Sőt, nagyon sokáig szerintem kell egyeztetni, meg nagyon sokáig kell tárgyalni. De ilyen típusú történeteket? Ugye nem ez a fő történetünk. A fő történetünk az a programunk ismertetése. Így van. Tehát, hogy azért a nagy dolgokat megcsináltuk. Létrejött az együttműködés az ellenzéki pártok között. Megszerveztük az előválasztást. Eredményes lett az előválasztás. Van 106 hatalmas jelöltünk. Nagy részvétele. Megvannak a jelöltjeink. Van miniszterelnök jelöltünk. Zajlik a program ismertetése, csak ugye úgy van ezzel a média is, hogy az mindig kevésbé érdekes, amikor valami komoly, és egyébként egy mondatnál bonyolultabb dolgok jelennek meg, mint a programok, hogy milyen munkahelyteremtés, lakhatás, szociális csomag van, az mindig egy kicsit kevésbé érdekes, mint amikor ilyen egyszerűbb személyügyekkel lehet foglalkozni. Az előző gondolatot hadd fejezzem be azzal, hogy hát persze, hogy lesznek egyeztetések. Hát most látjuk azt, hogy hogy működik akkor, amikor nincs. Hát most összeül hat pártvezető, egyeztetnek. Nem arról szól, hogy valaki fölrendeli a másikat a Karmelita kolostorba, eszmét cserélnek a szó legszorosabb értelmét, tehát bemegy a delikvens a sajátjával, és kimegy Orbán Viktoréval, hanem itt konkrétan megbeszélik a felek azt, hogy hogyan tovább, hogyan folyik a kampány, és egyébként utána pedig azt végrehajtják. Én ebben nem látok egyébként olyat, ami tényleg akkora baj lenne. Az, hogy a lista lehet, hogy kifelé sokkal érdekesebb egyébként, én is azt gondolom. Szerintem az az érdekesebb, hogy milyen programot szeretnénk végrehajtani. A programokról is egyébként. Mi lesz az adóval? Hogy milyen gazdaságpolitikát képzelünk el, hogy hogyan építjük vissza a jogállamot, szerintem ezek fontosabb kérdések, talán jobban is érdeklik. Azért azt látni, hogy a kormányzás is hiány lesz, tehát azért az ellenzék kormányzás az nem úgy fog kinézni, mint a Fideszé, hogy a magyar közlönyből évfélkor megtudják a polgármesterek, hogy milyen feladatuk van tegnaptól, és hogy kitől milyen pénzeket vonnak el, hanem itt rendes viták lesznek. Nem csak a polgármesterek tudják meg évféltől a közlönyből, hanem az államigazgatás egészen onnan tudja meg, vagy különböző iparágok onnan tudják meg, hogy mi változott, de egyébként az nagyjából a sajtó érdeklődésének tudható be, hogy nagyon élénken figyeli, én is nagyon élénken figyelem, hogy kik lesznek az új politikai establishmentnek a tagjai, melyik párt, melyik frakció tudja majd, hogy mondjam, az érdekét érvényesíteni egy olyan parlamentbe, amelyben a miniszterelnöknek nincsen pártja, akkor, hogyha győz az ellenzék, amit én például nagyon szeretnék, de ettől függetlenül azt a önkritikusan mondom azt, hogy az egyébként ellenzéknek drukkoló sajtónak is az érdeklődésnek az előterében az általában az van inkább, hogy Márki-Zay Péter milyen érdekeset mondott, szokott is ahányszor csak beszél mondani valami érdekeset, és akkor azt szálazzuk apróra, és egyébként pedig az, hogy milyen nyugdíjra vonatkozó elképzelései vannak az Egyesült Ellenzéknek, vagy a minimálbért megállítja itt, ahogy most a Fidesz, ahova Fidesz tette, megtartja, tovább akar-e menni, gazdaságpolitikailag mi lesz majd a legfontosabb. Ezek sokkal kevésbé korbácsolják fel a vérünket. Egyszerűen kevésbé érdekli azokat az embereket, akiket a politika érdekel, hanem azt nézik, hogy hogyan ez a tulajdonképpen egy vidéki városból jött
polgármester egy hirtelen országossá nőtt politikus, ez hogyan tudja egyben tartani azt a hat pártot, vagy azt a kényszerházasságot, ami létrejött, ami sikeresen jött létre. Nem csoda, hogy erre vagy. Persze, én is azt gondolom, hogy nyilván az emberek most nagyon figyelnek minden új hírre, információra, és tudom, hogy azt mondta, hogy nem feltétlenül a lista a legérdekesebb, de azért mégiscsak beszéljünk szerintem róla, mert azért ezzel kapcsolatban is voltak kérdések. Ugye, amit most megtudtunk, az az első hét hely eddig, és hát ugye Márki-Zay Péter, Dobrev Klára, az is kérdés volt, ugye, hogy Dobrev Klára végül rajta lesz, nem lesz rajta, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Fekete Győr András, Tóth Bertalan, ugye, és Ungár Péter, ennyit tudunk, és ugye hát sokan várják, hogy mikor készül el a teljes lista, ezt mindig meg szoktuk kérdezni, és azt szokták mondani, hogy egyeztetnek. Mikor lesz egyszer határideje ennek, vagy mikor tudjuk legalább azt meg, hogy mikorra lesz meg. Pontosan emiatt, mert hogy mindenki most a neveket nézi, és még annyit szeretnénk mondani, hogy eddig semmi érdekesség nincsen, tehát hogy az első hét ülőhely, ezt bárki megtippelte, igen. Eddig. Nem jó emberek lettek meghívva a műsorban, mert ugye én azzal foglalkozom most főállásban, város egyben és életben tartása mellett, hogy egyébként mi lesz az önkormányzatokkal. Tehát, hogy az a rész, hogy egyébként Budapest és az agglomerációja hogy fog működni, hogy lesz újra önkormányzatiság. Tehát lehet, hogy valakit az érdekel, hogy ki a második, meg a harmadik, de ez egyébként belül nem annyira izgalmas, meg Budapest szempontjából pláne nem izgalmas. Az az izgalmas, hogy lesz egy új kormány, vagy legyen egy új kormány, aki szeretné az önkormányzatokat nem csak megmenteni, de hogy megerősíteni. Tehát hogy az én fókuszomban ez van, én erről tudok beszélni, a listállítás rejtelmeiről biztos nem. Ebben nagyon nagy meglepetés tényleg nem volt az első személyekben. Én azt gondolom, hogy az elejétől fogva mindenki azt gondolta, hogy az öt miniszterelnök jelölt, aki küzdött az előválasztáson, ők lesznek az első ötben. Én is a saját példát hadd mondjak. Én szombaton a Komlói piacon gyűjtöttem az aláírásokat, szerencsére nagyon sokan jöttek aláírni. Azt megkérdezték tőlem, hogy mi legyen a rokkant nyugdíja, hogy fogadják el ezt a tisztességtelen ajánlatot, hogy 500 ezret ad a kormány, vagy majd jövőre pereljen, és Isten tudja, mi lesz azzal a perrel, meg hogy annak milyen költsége lesz. Megkérdezték tőlem, hogy mi lesz a nyugdíjával, megkérdezték tőlem, hogy lesz-e munkahely, hogy haza tud-e jönni a gyerek Angliából, de senki nem kérdezte meg tőlem, hogy ki lesz a 6., a 7., a 8., a 10. a listán. Tehát én nem látom azt, hogy ezt a belső körön kívül sok ember. Igen, tehát én három budapesti telefont folytattam, mielőtt eljöttem ide, online fogadóra keretében, és mind a három az hulladékkal és közlekedéssel volt kapcsolatos, és egyik sem, senki nem kérdezte meg, hogy lesz a lista eset. Pedig még egy nagyon picit fogunk erről beszélgetni, meg Gattyán György ajánlatáról is, amit az ellenzéknek tett, úgyhogy néhány perc múlva innen folytatjuk. Már is folytatjuk a nap hírét, és félbe maradt az ellenzékkel kapcsolatos egyik téma a listállítással kapcsolatban itt a reklám előtt, és éppen ide fordultam, amikor le kellett zárnom a beszélgetést itt a reklám előtt. Ugye arról azt hangzott el, hogy ez az embereket nem annyira érdekli, vagy kevésbé foglalkoznak vele, mert ugye egyelőre ugye az első hét embert ismerjük, de akkor mondjuk a DK-nak például, ha jól tudom, ugye a Jobbiknak is a DK-nak nem nyilvános, vagy nincs még meg a listája, azt se lehet tudni, hogy az mikor lesz. Mármint az ön pártjának listája? Elnézést kérek. Én nem vagyok vezetőségi tagja. Ugye a pártnak éppen ezért nem látom azt, hogy mikor lesznek ezek a folyamatok, tehát mikor mennek végbe. Nyilván az elnökség tesz egy javaslatot, aztán utána meg majd dönt az arra hivatott szerv. Tehát akkor egyelőre... De szerintem is egy hónapon belül ennek meg kell lenni. Aha. És mikorra lesz meg az ellenzéknek a listája, akkor erre sem fog tudni mondjuk ilyen értelemben én válaszolni. Mikor van egyébként? Akkor jogszabály szerint lennie kell. Tényleg nem ezek a fontos ügyek, tehát hogy azért zajlik az aláírásgyűjtés minden nap. Kérünk itt is mindenkit, hogy jöjjön el és írja nekünk alá a népszavazási kezdeményezéseket, de hogy senki nem kérdezte meg senkitől egyiptomnál se, hogy na, de mikor lesz lista. Nem ez a fontos kérdés. Meg lesz időben, a pártok egyeztetnek ebben, mindenkinek érvényesül az, amit szeretne itt, és időben ki fogjuk írni. Na akkor a következő kérdés az, hogy mikor lesz, vagy lesz-e együttműködés Gattyán Györggyel, ugye ezzel a témával folytatjuk, mert hogy ugye ő bejelentkezett, és ő is miniszterelnök jelölt, tulajdonképpen most már beegyezték a pártját is, és írt egy nyílt levelet, és ebben azt hangsúlyozna, hogy most ő is kormányváltást szeretne, és hogy arra kéri az ellenzéki pártokat, hogy támogassák őt. Ugye egyébként ehhez kapcsolódott a nap kérdése is, kíváncsiak voltunk
az önök véleményére, hogy mit gondolnak erről. Elég egyértelmű volt az állás, nem is nagyon változott. 17% azt mondja, hogy gazdagítaná az ellenzéket, 83% pedig azt mondja, hogy politikai trollkodásról van szó. Úgyhogy akkor induljunk ki ebből, hogy mi van, ha tényleg politikai trollkodásról van szó. Akkor most mi a célja? Mit akar ezzel a nyílt levéllel Gattyán György, és mit kell, vagy lehet az ellenzéknek reagálni erre? Szeretnénk most először szólni a hivatalos politikusok előtt, hogy civilként nekem az az elképzelésem, hogy Gattyán Györgynek a megjelenése az nem trollkodás, si szándékú, de trollkodást eredményez. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy ő csak ugyan be akar szállni a politikába, mert baromira unja, hogy nagyon gazdag, és hogy nagyon lenézett forrásból lett ő nagyon gazdag, mert a felnőtt tartalomból halálosan gazdagnak lenni, az valahogy sokak számára még mindig elutasítottabb, mint mondjuk ingatlan üzletekből, vagy egyéb akár az erotikus tartalmakhoz képest szintén tisztátalan üzletekből, de minden esetre attól távol tartják magukat az emberek. Ő vágyik egy elismerésre. Ez az én meggyőződésem, hogy ő az a személyiség, aki 50 éves korában szeretne lenni valaki, akit megsüvegelnek. Az, hogy egyébként ezzel szét tudja trollkodni olyan értelemben az együttműködést, hogy nagy találgatások vannak, hogy a Fidesz küldte rá az ellenzéke együttműködésre, és hogyha csak 400 szavazatot viszel, vagy 4000-et, vagy 40000-et, vagy 400000-et, ez mind ártalmas az ellenzéknek, ez adott esetben lehet igaz, és az az 5 pont, amit most meghirdetett, azok közül van olyan pont, amiről szerintem vagy az sír le, hogy rendkívül naív és értelmezhetetlen, hogy a közbeszerzés digitalizálása, trallala, hogy abban mi az újdonság, mert eddig nem azért lettek volna korruptak a közbeszerzési ügyek, mert nem állt rendelkezésre eléggé a digitalizáció, de egyébként meg az, hogy 14 éves kortól fölfelé mindenkinek adjon az állam egy laptopot, mert ezek az ő 5 pontja körül a egyik másik, amiket most megemlítek, az egy jó törekvés, meg tisztességes törekvés, és hogyha az ellenzék akarja, akkor álljon le vele, mához egy hétre határidőt adott jövő hétfőig, hogy álljanak össze vele, és tárgyaljanak vele, mert egyébként Gattyán György szándékait és forrásait simán használhatná az ellenzék. Uh-huh. Azért beszéljünk a digitalizációról, mert egyébként az, amit ő leír, digitalizációs fordulat, az az Európai Unió által elfogadott program. Egyébként a magyar kormánynak lett volna lehetősége erre Európai Uniós pénzt is felvenni, hiszen az újjáépítési alap, ebből 20%, az körülbelül pont erre van, hogy a minden korosztály, nem csak a gyerekeknek a digitális tudását fejleszik. De most ne is a programról beszéljünk, mert egyébként az, ami mond, az benne van az EU-s programban, amit mi is elfogadtunk, és egyébként is megcsinálnak. De azért az nekem aggasztó, hogy amikor közelebbről megnézem ezt az új pártot, ott megválasztottak egy alelnököt. És ez az alelnök, ennek konkrétan közös cége van azzal a Rahimkulov családdal, aki ebbe a hazug városháza ügybe a Fidesznek muníciót szolgáltatott. Tehát onnantól kezdve, hogy a Gattyán párt alelnöke a Rahimkulov családdal közös üzletekben van benne, onnantól kezdve azért számomra bizonytalan az, hogy pontosan mi a célja ennek, hiszen az egész hazugság, amit fölépítettek a városháza ügyben, az ennek a családnak a részvételével, aktív részvételével történt. Csak egy rövid válasz várom, aztán szaladunk tovább, mert még van témánk, két témánk is. Egyetért egyébként nagyjából mindenkivel, lehet, hogy ezek jó szándékú kérdések, és nem azt a célt érik el, hát látszik, hogy elutasítja egyébként ezt a közönség is, ugye a számokból is látjuk, a 83-17. Hiába olyan kérdések, amiket akár kritikaként, akár kérdésként, követelésként az ellenzék már nagyon sokszor el is mondott, és ezzel ő megpróbál fölmenni arra a politikai pályára, amelyikre oda szeretne jutni, és ilyen releváns kérdéseket megpróbál föltenni. Ezzel együtt ugye talán nem fog oda jutni, mert az emberek ugye elutasítják, az emberek az összefogásban hisznek, és aki nincs benne az összefogásban, azt meg büntetik. Ez látszik a számokban. Na szaladjunk akkor tovább, mert a Covid helyzetről is beszéljünk mindenképpen. Kásár Miklós adott egy interjút, azt mondta, hogy teljesen biztos abban, hogy jön az 5. hullám, és valószínűleg 4. oltásra is szükség lesz, ezzel folytatjuk. Sí.
Szükség lesz a negyedik oltásra az Omikron variáns miatt, erről Kásler Miklós beszélt az Inforádióban. Elindult. A tárcavezető negyedik hullámos adatokat is megosztott, eszerint az elmúlt hónapokban 60% volt azok aránya, akik kórházba kerültek és nem voltak beoltva. Az intenzíven az arány még rosszabb volt, 70%. Kásler Miklós a most induló ötödik hullám csúcsán napi 200 elhunytal számol. A napi halálozásra is azt lehet mondani, hogy a csúcson körülbelül 200 elveszített honfitársunkkal számolhatunk, abban az esetben, hogyha nem jön egy újabb mutáns, illetve nem tudjuk az átoltottságot ebben az időtartamban jelentősen növelni. A korábbi országos tiszti főorvos reálisnak tartja a miniszter becslését, az arányos védelmi intézkedések halogatásában azonban politikai számítást lát. Egyelőre azonban az iskolák egy részének a szakképzett pedagógusok pótlása jelenti a kihívást. Minden ötödik oktatási intézményben képesítés nélküli pedagógus tanít. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint a tankerületek már jogellenes eszközöket is bevetnek, például nyelvtanár alkalmazására. Na, induljunk ki abból, amit Falus Ferenc mondott. Ugye azt mondta, hogy hát nagyon nagy összevisszaság van szerinte a járványkezelésben, és hogy tulajdonképpen ezt egyfajta politikai számítás miatt is így van, mert hogy szerinte a korlátozó intézkedéseket el szeretné kerülni a kormány, nyilván azért, mert hogy a társadalom nagy része hát nem vágyik erre, és akkor még finoman fogalmaztam. Miközben hát a súlyosak ezek a számok, például azt is mondta, hogy 10-szer több koronavírusos eset lehet Magyarországon, mint amit hivatalosan tudunk. Hogy vág össze ez a két ügy? Ki hogy látja ezt a két tendenciát? Tehát azt, amit a társadalom igényel, illetve azt, amit az egészségügyi helyzet hozhat. Mindenki szeretné élni a normális életét, csak hát ugye ebben a vírusok mindenben akadályozott bennünket, és ugye több stáció mentünk keresztül. Volt, amikor maga a társadalom ijedt meg jobban, ugye ez volt talán a legelső hullám, aztán utána iszonyatos számok jöttek, és azzal is, meg a vírussal is egy picit megtanultunk együtt élni. Meg fogunk tanulni ezzel is együtt élni. A politikai számítást azt én majd akkor fogom tudni értelmezni, amikor majd kampányidőszakban jönnek esetleg ezek a szigorítások, hogy ne tudjunk találkozni az emberekkel. Az egy nyilvánvaló politikai számítás lesz. Én azt gondolom, hogy amit látunk magunk körül, akár a gazdaságban, akár az igazgatásban, hogy az egy sokkal lassabb folyamat, mint amire bárki gondolt. Ennek a közepe szakad be, és szépen így omlik bele a széle, akár az oktatásban, akár az egészségügyben, a gazdaságban is látjuk az elszállt inflációt, az elszállt árfolyamokat, a fizetési láncoknak, a beszállítói láncoknak a megszakadását. Tehát olyan szépen fokozatosan azért ez még mindig terjed, ott is fertőz még a vírus. Ezeket el lehetne kerülni, el kellene kerülni, ebbe határozottabbnak kellene lenni, ez biztos. Milyen határozottabb, szükség lenne más típusú intézkedésekre? Szerintem ezt nem tudjuk itt mi eldönteni. Ebben azért a járványkutatók is vitatkoznak egymással. Pont itt megnéztem a műsorban valamelyik este, volt egy fizikus bent, aki nagyjából készített egy előrejelzést arról, hogy a magyar népesség egy harmada, vagy 30%-a el fogja kapni az Omikront. Korlátozó intézkedések ide vagy oda. De azért én amiről már biztosan tudjuk, hogy nem sikerült a Fidesznek, és nem szeretek mellette elmenni, az az első, második, harmadik hullámban tanúsított magatartása. A engedély nélküli Sinopharm vakcina, az idősek beoltása ezzel a vakcinával, amiről most már konkrétan tudjuk, hogy nem volt rendben, tehát ez egy olyan bűn, ami mellett szerintem nem szabad elmenni, hogy úgy kezdték, hogy nem szabad maszkot hordani, ez volt a hivatalos kommunikációja az államnak, hogy csak a beteg hordjon maszkot, senki más nem mert. Rosszat tesz, az, hogy nem teszteltek, nem volt antitestvizsgálat. Tehát azért itt nagyon-nagyon sok olyan, vettek egy csomó használhatatlan lélegeztetőgépet 300 milliárd forintért, vettek olyan maszkgyártó készüléket, ami gyakorlatilag nem működik. Tehát ezekről már biztosan tudjuk, hogy nem jól sikerült intézkedések, és valószínűleg üzlet volt, tehát valamilyen gazdasági érdek volt mögötte, és semmiképpen sem a magyarok biztonsága. Tehát az, hogy most mit lehet tenni, erről meg vita van. Ez lesz az utolsó hullám, az biztos. Kásler azt mondja, hogy előbb-utóbb szükség van a negyedik oltásra, és tudjuk, hogy Izrael oltja már a negyediket, és előbb-utóbb Magyarországon is nyilván, hogyha azt mondja a miniszter, akkor lehet következtetni rá, hogy
ez előbb-utóbb lecsorog, és intézkedés szinten is lehet jelentkezni legalább a rizikócsoportoknak, a 60 év fölöttieknek a negyedik oltásért, amit én személy szerint nagyon szeretnék, mert azt gondolom, hogy legalább azok, akik úgy érzik, hogy gondoskodni akarnak magukról, azok gondoskodjanak magukról. De az, hogy Magyarországon a reakcióidő minden ilyennél az túl nagy, tehát, hogy már-már megszületett a döntés, de majd még, hogy mikor lehet beadni a negyediket, arra megint eltöltünk majd 10-15 napot, és az alatt is azt mondja, hogy 200 halott, napi 200 halott lehet az ötödik hullámba. Hát akkor mi nem azt mondja, hogy és akkor elrendeltük, hogy mostantól lehet jelentkezni negyedik oltásért, hiszen egyébként már az ötödik hónapnál tartanak azok, akik állandóan minden oltás ciklusnak az elején álltak sorba. Tehát, hogy én ezeket fontosnak tartanám, hogy akkor ne mismásolás legyen, azt már lehet tudni, hogy amikor véletlenül beadnak 6 adagot egy embernek, vagy, ugye erre, vagy 10 valakinek, aki jelentkezik, az nem Magyarországon volt. Volt itthon is ilyen eset. De a 6 volt a legtöbb szerintem, amit egyszerre nyomtak be hígítás nélkül, és tudjuk, hogy egyébként hál' Istennek jól van az illető, aki ezt elszenvedte, tehát hogy lehet tudni, hogy nagy rizikó nincsen a negyedik oltással. Az is lehet, hogy egyébként az Omikron szempontjából, tehát a most hatályos vírusnak a szempontjából mindez az, hogy valakinek 3 vagy 4 van, de hát ha mégse. Tehát, hogyha ha Izrael azt gondolja, hogy oltja, akkor lehet, hogy nekünk is érdemes lenne. Még egy szót beszéljünk már arról is, ami a tanárokkal történt. Ugye a bejátszóban is elhangzott, de hát nagyon sokat lehetett olvasni, hogy ugye azok a tanárok, akik úgy döntöttek, hogy nem oltatják be magukat, ugye ők most már nem tudnak dolgozni, és ugye friss hír volt, hogy negyedéves hallgatókat keresnek például azokban az iskolákban, ahol nem tudják pótolni a kieső tanárokat. Ugye korábban azt kommunikált az EMMI, hogy átszervezésekkel mindez megoldható, nem fog problémát okozni a tanárhiány. Most is azt mondták, hogy ez csak ideiglenes és maximum néhány hónapig tart. Ki hogy látja mondjuk járványkezelés szempontjából ez a helyzet, ez mennyire oldja meg? Hát ugye itt a tanárok sok esetben azt mondják, hogy akár jogsértő állapotok is kialakul. Azért alapvetően az oktatásban, ugye már a járvány előtt is beszéltünk tanárhiányról. Tehát, hogy igazából, ha jól értem a korábbi számokat, meg a mostaniakat, az alapproblémát nem a járvány okozza az oktatásban, hogy nincs szaktanár, se nyelvtanár, se természettudomány tanító tanár, semmilyen tanár. Tehát, hogy azért ez így volt a járvány előtt is, nyilván fokozza, de az alapproblémát nem ez a kötelező oltás jelenti ma a pedagógusoknál, hanem a nagyon alacsony bérek. És azt, hogy egyszerűen nincsenek azok az emberek, akik ennyi pénzért tanítanak. Emellett az alacsony bérek mellett azt mondjuk, hogy hát azért ebben nem volt egy komoly döntése az a kormánynak, hogy így átolta a felelősséget a tankerületre, meg az igazgatóra, egy ilyen végtelenül megosztó és nagyon-nagyon nehéz kérdésben. Fogta magát, és akkor oda dobta akár az ágazatoknak, akár az igazgatóknak, hogy döntsetek ti helyettünk. Hát ez azért nem az a bátor kiállás, ez inkább egy ilyen lelketlenebb álláspont. Egy biztos, hogy a negyedéves tanárok kisebb bajokat tudnak okozni, mint hogyha negyedéves orvostanhallgatókat küldenének betegekre a kórházakban. Úgyhogy ezt gondolnám, hogy ez az előrehozott szakmai gyakorlat, ami rájuk vár, az ugyanezt a helyzetet nem fogja megoldani, de ugyanakkor nem akarok nagyon ellenszenves lenni, mert oltásügyekben akármit is mond az ember, akkor irtózatosan magára húzza a népharagot. Hát ez, de hát, ez hogy a tanárok nem oltatják be magukat, azért az nekem nagyon meredek. Ja, az, hogy orvosok sem oltatják be magukat. Innen kellene folytatni, szerintem bármeddig tudnánk folytatni. Nem köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, maradjanak továbbra is az ATV-vel, mert most jön a híradó, aztán pedig az egyenes beszéd következik. Szép estét, viszontlátásra!